Üdvözöllek benneteket! Ebben a kis videóban folytatjuk az egyenletek megoldását, különböző típusainak megismerését, és a mai videónkban összetett törtes egyenleteket fogunk megoldani. Mikor mondjuk egy egyenletre, hogy összetett? Amikor az előző videónkban egy egyszerű törtes egyenletet oldottunk, akkor a bal oldalon is és a jobb oldalon is egy tört helyezkedett el. Amint az egyenlet bal vagy jobb oldalán már két vagy több kifejezés is található, akkor már mondhatjuk, hogy ez egy összetett törtes egyenlet. Tehát ilyen típusú egyenletet fogunk most megoldani ebben a kis videóban. Nézzük is a mai feladatunkat, ami a következőképpen szól. 4x plusz 2 törve 5-tel, tehát itt van az egyik kifejezésünk, ami ugye már tört formájában található, plusz 4. Ebből majd törtet fogunk készíteni. Egyenlő lesz 11x minusz 2 az egész törve 4-jel plusz 1. Mint ahogy minden egyes törtes egyenletnek az első lépése az, hogy megszabaduljunk a törtektől, vagyis a nevezőtől, tehát keressük meg a közös nevezőt az 5-nek és a 4-nek jelen esetben. Hát ezt úgy fogjuk megkeresni, hogy megnézzük, hogy melyik nevező a nagyobb, az 5-ös a nagyobb, és megkérdezzük, hogy az 5-ös osztható-e a másik nevezővel. Tehát az 5-ben megvan-e a 4 maradék nélkül? A válaszunk sajnos nem, így akkor veszem az 5-nek a többszöröseit, tehát a kétszerese lesz a 10, 10-ben megvan-e 4 maradék nélkül? Nincs. Akkor veszem a háromszorosát, 15-ben megvan-e a 4 maradék nélkül? Nincs. És akkor a végül veszem a négyszeresét, az pedig a 20, abban már meg lesz a 4 maradék nélkül. Így jutottam el, tehát a közös nevezőig, ami jelen esetben a 20. Fogom most az egyenletet, és fölírom még egyszer, de úgy, hogy a 4-est és az 1-est törtként írom fel. Tehát lesz belőlük 4 per 1, illetve 1 per 1. A közös nevezőnk, ugye azt láttuk, hogy a 20, tehát az egyenlet bal és jobb oldalát megszorzom 20-szal, vagyis jobban mondva minden egyes tagot, ugye azért mondtuk, hogy több tagunk van most, több kifejezésünk, minden egyes tagot szorozni kell 20-szal. Indulok sorba, az első tagom, ugye 4x plusz 2 törve 5-tel, hogyha 20-at elosztom 5-tel, ugye mert egyszerűsül, akkor valójában 4 marad, tehát jön a kis pipa, ezzel jelzem, hogy mennyivel kell szorozni majd a számlálót, a 4x plusz 2-t, és erre a kis pipára írom a 4-et. Ugye a 4-et úgy kaptam, hogy a 20-at elosztottam 5-tel. A következő részben a 4 per 1. Ilyenkor látni fogjuk, hogy a 20 per 1 az valójában mindig 20 lesz, tehát ezzel kell mindig majd szorozni, mindenütt, ahol nem volt igazi tört. A jobb oldalon 20-ban a 4 megvan 5-ször, tehát erre a pipára az 5-ös fog kerülni, és megint 1-es van alulról, tehát erre a pipára biztos, hogy a közös nevező fog rákerülni. Így már megszabadultam a nevezőktől, most be kell, hogy szorozzam minden egyes számlálót. Természetesen, aki már járatosabb a feladatok megoldásában, az rögtön be tudja szorozni. Mi most írjuk le még először zárójelként, tehát 4-szer, majd jön az első törtnek a számlálója 4x plusz 2, plusz, hát a 4-szer 20-at rögtön írhatom, hogy 8, itt nincs szükség külön leírni, hogy 4-szer 20, tehát ezt rögtön el tudjuk végezni. A jobb oldalon 5-ször, majd jön a számláló 11x minusz 2, és ugyancsak a szorzat 1-szer 20 az 20. Tehát kaptunk most egy zárójeles egyenletet, ezt már az előző videókban is láttuk, hogy hogyan kell megoldani. Fogjuk és minden egyes zárójelet beszorzunk, tehát a 4-jel be kell, hogy szorozzam az egyik zárójelet, illetve az 5-össel a másik zárójelet. Tehát minden tagot szorozni kell 4-jel az első esetben, vagyis a 4x4 adja a 16x-et, a 4x2 adja a 8-at, a plusz 80-at csak lemásolom. Míg a jobb oldalon 5x11x adja az 55x-et, az 5x-2 vigyázzunk, egyik pozitív, másik negatív, mínusz 10-et fog adni, és a plusz 20-at lemásolom. Miután megszabadultunk a nevezőktől, megszabadultunk a zárójelektől, marad a szokásos szavalatunk, ismeretlenek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra. És akkor láthatjuk, hogy az 55x, annak át kell, hogy jöjjön a bal oldalra, míg a 8-nak és a 80-nak, mind a kettőnek át kell, hogy menjen a jobb oldalra. Amikor átmegy egyik oldalról a másikra, ne felejtsük el, hogy megváltoztassuk az előjeleket.
Vagyis, ha most indulok sorba, 16x már itt volt, ő csak lemásoltam. A plusz 55x, ugye, hogyha nincs előjel, akkor azt plusznak vesszük, a plusz 55x átkerül a másik oldalra, és lesz belőle mínusz 55x. A jobb oldalon már ott volt a mínusz 10, ott volt a plusz 20, és átjön hozzájuk a plusz 8-ból lesz mínusz 8, illetve a plusz 80-ból lesz mínusz 80. Most már bal oldalon ismeretlenek vannak, jobb oldalon ismertek, elvégezzük. Hát plusz 16x és mínusz 55x, ugye az 55 a nagyobb, mert különböző előjelű számokról van szó, ezért a mínusz fogom lemásolni, és az 55-ből kivonom a 16-ot, az lesz mínusz 39x. Jobb oldalon, mivel több számom van, alkalmazhatom a csoportosítást, hogy ne rögtön végezzük el. Természetesen, ha ezt rögtön valaki el tudja végezni, ugyanúgy megoldható. Pozitív számokból van csak a 20-as, tehát lemásolom a 20-at, és a negatív számokból van a 8, a 10 és a másik, illetve a 80. Ezt mind összevonom, ugye mind előjelük mínusz, 80 meg 10 az 90, meg 8 az 98. Így most már a plusz 20-at és a mínusz 98-at, ha összevonom, 98 a nagyobbik szám, tehát lesz mínusz 78. Az ismeretlen előtt negatív szám van, ilyenkor alkalmazzuk azt, hogy érdemes alkalmazni azt, hogy mínusz 1-el beszorozni, pont ez a mínusz miatt, hogy ne zavarjon meg bennünket. Ilyenkor minden előjel megváltozik, tehát a mínusz 39-ből lesz plusz 39x, a mínusz 78-ból pedig lesz plusz 78. És akkor a végén, ha már itt szoroztam 39-szel, akkor az egyenlet bal és jobb oldalát el kell osztani 39-szel, így a másik oldalon osztani fogunk, és 78-ban a 39 az pontosan kettőször van meg. Így oldottuk meg lépésről lépésre ezt az egyenletet. Először ugye megszabadultunk a nevezőktől, utána megszabadultunk a zárójelektől, rendeztük őket, ismeretlenek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra, elvégeztük a műveleteket bal oldalon, jobb oldalon, és a végén megkaptuk az egyenlet megoldását. De nem mondhatjuk, hogy ez az egyenlet megoldása, addig, amíg le nem ellenőriztük. Tehát most fogjuk az eredeti egyenletünket, nem a zárójeleset, hanem a törtesset, és helyettesítsük be mindenütt, ahol x volt, helyettesítsünk be 2-t. Az eredeti egyenletünk tehát így nézett ki. Most mindenütt, ahol x volt, behelyettesítem a 2-t. Ugye a műveletek sorrendjében először a szorzást kell, hogy elvégezzem. Ugye a 4x2 lesz majd 8, a 11x2 pedig ad 22-t. Most már külön kiszámolhatom a számlálókat, ugye 8 plusz 2 adja majd a 10-et, illetve 22 mínusz 2 adja a 20-at. Hát a 10 per 5, ugye 10-et elosztom 5-tel, az 2, a többit azt csak lemásolom, és 20-ban a 4 megvan 5-ször. Bal oldalon 2 plusz 4 az 6, jobb oldalon 5 plusz 1 az 6, így tehát igazállítást kaptunk, és most már mondhatjuk, hogy az egyenlet megoldása a 2.